Hárman ülünk most a gép előtt diákok, akik hát egy ilyen kurzuson vettünk részt a mesterséges intelligenciáról. Be is mutatkozunk, én Fenezei Sára vagyok. Én Tisz Liza vagyok. Én pedig Smetsz Anna. Szóval először beszélünk egy kicsit magáról a mesterséges intelligenciáról, hogy mi is ez az egész. Tehát az emberek általában még most is azt hiszik, hogy a mesterséges intelligencia mindig az, ami még nincsen, de közben már most is valamilyen formában jelen van. Egy Turing nevű ember kitalált, vagyis egy szerinte a mesterséges intelligencia az, hogyha csetelünk valakivel, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy egy emberrel beszélünk, esetleg egy programmal vagy egy robottal. És 1997-ben egy nagy áttörés történt meg a mesterséges intelligencia terepén, amiben egy program leverte a világhírű Kasparov sakkban leverte. Szóval minden mesterséges intelligencia neurális hálózatokkal működik. Ezt igazából úgy tudjuk elképzelni, hogy mindig van egy input layer, ami maga az adatbázis, ami van, és van az output layer, ami már maga a kész program, amit utána használni tudunk. És eközben van rengeteg rejtett layer, amit mi nem is látunk, csak a számítógép dolgozik. Ezeken a layereken mind csomópontok vannak, és az a lényeg, hogy ezek igazából mind számokká váltja át az épp bevitt adatot, és attól függően, hogy a különböző hidden layerekben milyen csomópontokat gyullaszt ki igazából az adat, ami az előző layerbe jött, az alapján tudja eldönteni, hogy utána a végén mi is a megoldás. Az magát a folyamatot, amíg ezt megtanulja, azt a gépi tanulásnak hívjuk, vagy machine learningnek, és utána ez igazából minden mai mesterséges intelligenciának az alapja. Szóval ez a machine learning úgy működik, hogy beadsz a rendszernek egy valamilyen adatot, vagy egy nagyobb mennyiségű adatot, utána ezt megtanítod neki, és a végén le tudod ellenőrizni, hogy mennyire jól tanulta meg. És a mesterséges intelligencia meg az ilyesmit miatt mondják azt manapság, hogy az adat az új olaj. Tehát az adat lassan már többet ér, mint a tárgyak, vagy az ilyenek. És emiatt meg is mutatunk egy oldalt, ami mi nagyon hasznosnak találtunk mostanság. Az a neve, hogy Kaggle. Ezen rengeteg mennyiségű, nagyon sokféle témában lehet rengeteg mennyiségű adatot találni. Ezt mi is használtunk, amikor különböző ilyen gépi tanulásokat használtunk. Itt van például pár példa. Például, hogy az avokádónak az árai az Amerikai Egyesült Államokban hogy nőttek vagy csökkentek esetleg. Igen, és ezekből nagyon vicces dolgokat lehet csinálni. Meg is látjuk, hogy mi is ez az alkalmazás, amit mi használtunk. Ennek az a neve, ezt mi az Microsoftnak az Azure Machine Learning Studio-ját használtuk. Ez egy viszonylag egyszerűen kezelhető felület, és azért nagyon jó, mert a Microsoft oldalán rengeteg tanuló videót lehet találni, hogy is kell csinálni, és akkor lépésről lépésre egy tanárral végig tudod csinálni, hogy hogyan is működik az egész. Itt most ez itt már egy elkészített modell, amit most így nagy lépésekben bemutatunk, hogy hogy is működik. Az a lényeg, hogy először itt a legelső, azért nagyon egyszerű, mert ilyen blokk, behúzható blokkok vannak, itt vannak ezek itt a különböző blokkok itt a szélén, ezekből tudsz nagyon sokfélét berakni, és utána hát ezek különböző dolgokat tudnak, ezt meg kell tanulni. A legelején az lényeg, hogy feltöltöd az adataidat, majd utána ezeket különböző matematikai módokon változtatod, ez azért fontos, hogyha mondjuk az egyik legfontosabb az, hogy 0 és 1 közé rakjuk át a számokat, mert hát ugye ez mondjuk nem jó, hogyha mondjuk ebben a itt azt csináljuk, hogy bent vannak diabéteses betegeknek a különböző adatai, és az a lényeg, hogy ott van a végén, hogy ők diabéteszesek-e vagy nem. És az egésznek a végére ez a mesterséges intelligencia, hogyha beírod a saját adataidat, akkor meg tudja mondani, hogy mennyi az esély arra, hogy diabéteszes vagy-e.
Szóval itt azért kellene különböző ilyen matematikai műveletek, mert mondjuk nem jó, hogyha ugye a kor és az, hogy mondjuk hányszor voltál terhes, az egy nagyon különböző szám, és ezeket mind itt ezzel a blokkal azt csináljuk, hogy 0 és 1 közé rakjuk a számokat, így nem lesz olyan, ami mondjuk nagyon elhúzza ezt az egész programot. És igazából ami fontos itt a végén, itt azt a tanulást használjuk, amikor azt csináljuk, hogy szétszedjük az adatokat ketté felé. Itt most azt csináljuk, hogy 70%-at megtartjuk, 30%-át kiszedjük, és ez alapján utána itt, amikor megtanítjuk a modellt, akkor megtalálja az összefüggéseket, és onnantól kezdve itt kiértékeli, és utána tudjuk használni, van egy nagyon jól kezelhető webes felület, ahol be tudjuk írni a saját adatainkat, és ki tudja számolni, hogy mennyi esély arra, hogy diabéteszesek vagyunk, de különböző ilyen machine learningek is vannak, amikor megtanítjuk a modellt, van olyan, amikor mindig a végeredményt vesszük el, van olyan, hogy különböző arányban vesszük el az adatokat, ilyesmik, és ezzel többfélét is tudtunk csinálni. Például hogy beraktunk adatokat a mellrákos betegekről, és a saját adataid alapján megmondja, hogy ugyanannyi mennyi esélyed van arra, hogy mellrákos vagy vagy nem. És még csináltunk egyet, mondjuk az kevésbé működött, hogy azt csináltuk, hogy ezen a Kaggle-ön találtunk egy olyan adatcsomagot, amiben a 150 évnek az olimpiai érdemesei voltak fent, és nekik a különböző testi adottságai, de olyanok is, hogy hány évesek, milyen magasak, milyen a tömegük, hasonlók, és ebből kettőt kiválasztottunk, az úszókat és az atletizálókat, és meg tudta mondani, hogy a te testi adottságaid alapján melyik sportágban lenne érdemesebb kipróbálnod magad, hogy olimpiai érmet szerezd. Szóval ez a Microsoftnak egy ilyen alkalmazása, amivel nagyon sokféle dolgot lehet csinálni. A következő, ami még egy érdekes, az a Louise. Ezt kicsit a Liza elmondja, hogy hogyan működik. Ez a Louise, ez egy olyan program, ami igazából azt tudja, hogy beleírsz különböző dolgokat. Tehát például, vegyük példának azt, hogy meg tudja rólad állapítani, hogy rossz kedved van-e, vagy jó. És ezt úgy tudja megállapítani, hogy előtte beleírogatunk olyanokat, hogy ha rossz kedved van, akkor azt mondod, hogy szomorú vagyok, fáj a fejem, el vagyok keseredve, depressziós vagyok, és minél több ilyen dolgot meg kell adni neki, ugyanezt meg kell csinálni, ha jó kedved van, azokkal az adatokkal is, és utána, hogyha mondasz neki valamit, akkor meg tudja mondani, hogy hány százalékban van jó vagy rossz kedved. Ez egy példa, több féleképpen meg lehet ezt oldani. Igen, szóval igazából az a lényeg, hogy kategóriákat kell meghatározni, ezekhez a kategóriákhoz kell párosítani kifejezéseket, és onnantól kezdve, hogyha ezt megint így trénelni kell ezt a modellt, és hogyha megtanítod neki, akkor onnantól kezdve, hogyha más szavakat, más kifejezéseket használsz, elég nagy százalékban meg tudja mondani, hogy ez melyik kategóriában tartozik. És akkor most meg is csinálunk egy ilyen applikációt. Ehhez is egyébként egy Microsoft account kell. A maga a webcím az a louise.ai, és igazából itt egy sima Microsoft fiókkal lehet csinálni ilyen applikációkat. Meg kell adni egy nevet, aztán meg kell adni, hogy milyen ország, most Magyarország nincs, szóval ez jó lesz, most leírás nem adunk, és utána megcsináljuk az applikációt. Hogyha ebbe bemegyünk, akkor igazából ami fontos, hogy ilyen intenteket kell csinálni. Így csináljuk meg igazából azt a kettő vagy több csoportot, amit majd használni fogunk, amiben a kifejezéseket berakja. Most akkor ezt a példát fogjuk használni, amit Liza mondott. Lesznek a boldog, és lesznek majd a szomorúak. Itt, hogyha most megcsináltuk ezt, akkor rögtön itt megnyit egy ilyen részt, és innentől kezdve az a lényeg, hogy minél több olyan szókapcsolatot, mondatot, köszönést kell megadnunk, amivel ő azt gondolhatja, hogy boldogak vagyunk, akkor most írunk ilyeneket. Jó kedve van.
Jó kedvem van. Szeretlek. Jól érzem magam. Boldog vagyok. Jó, igazából minden szuper. Élvezem az életet. Az a lényeg, hogy igazából minél többet adunk meg, annál jobban meg fogja ezt tanulni. Most ezzel kész vagyunk, megint visszamegyünk az intentekbe. Csinálunk még egyet, ami az, hogy szomorú. És ide is igazából mindenféle mondatokat kell beírni. Rosszul vagyok. Elegem van. Elegem van. Utállak. Nem érzem jól magam. Hagyjál békén. Hasonló. És a következő lépés az az lesz, hogy tréneljük. Itt ezzel a gombbal felül. Ez egy kis ideig tart, amíg ezt megcsinálja. Jó, sikerült. És ezek után, miután ezt megcsinálja, tudjuk tesztelni. Itt megnyílik egy chat ablak, és akkor még ilyen kifejezéseket mondunk be. Nem feltétlenül kell olyannak lenni, amit pontosan beírtunk, de hát akkor próbáljunk ki valamit. Próbáljuk meg azt, hogy mi legyen. Jó napom van. És erre 58%-ban azt mondta, hogy boldog vagy. És akkor megpróbáljuk azt, hogy rossz napom van. Akkor pedig 39%-ban megmondta azt, hogy szomorú. Utána ezeket egyébként van olyan, amit mondjuk nem tud felismerni, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy szeretem a lovakat. Mondjuk ebben benne van az, hogy szeret. Na igen, most azt mondta, hogy egyikhez se tudja csatlakoztatni. Utána, hogyha ide bemegyünk, akkor utána majd meg tudjuk adni, hogy azokat, amiket beírtunk, azok igazából melyik kategóriába tartoznak. És ezt meg tudjuk úgy is csinálni, hogy közzétesszük. És egyébként van egy ilyen hatalmas adatbázis, ahol rengeteg embernek az ugyanilyen Louis applikációi vannak, és be tudjuk úgy állítani, hogyha valaki olyan kifejezést írt be ebbe a chatablakba, amiben ők kipróbálták, akkor az, és nem ismerte fel, hogy melyikhez csatlakozik, akkor be tudod írni azt, hogy ez igazából melyik kategóriában van, és így egyre többet. Szóval igazából ez a alkalmazás, ez folyamatosan tanul, egyre nagyobb lesz az adatbázis, egyre többet tud, és így egyre fejlődik. A harmadik pedig, amit meg szeretnénk mutatni, az ez a Custom Vision Service. Ez is egy Microsoft account-tal elérhető egy ilyen webes felület. Itt meg is tudunk mutatni egyet, ami már elkészült. Ennek igazából az a lényege, hogy képeket kell lementeni az internetről. Mi úgy csináltuk, hogy mecseteket és templomokat, és be kell taggálni az összes képet úgy, hogy melyik kategóriához tartozik, például, hogy mecsete vagy templom. És hogyha ezt mind betápláltuk az adatokat, akkor trénálni tudjuk az applikációt, vagy programot, és akkor a taggek alapján majd tudni fogja, hogy ha berakunk egy másik képet az internetről, az mecsete vagy templom. Igen, akkor most meg is mutatjuk, letöltöttünk, itt vannak a képek. Egyébként nem csak két kategóriában lehet többet is berakni. És itt is van egy ilyen quick test része az egésznek. Innen kiválasztjuk azt, amit most használni fogunk. Most itt van például egy mecset, amit feltöltünk, ez még nem volt a képek között.
és itt 99%-ban megállapította, hogy ez egy mecset lesz. És egyébként nagyon kevés képpel is működik. Minél több, annál pontosabb lesz, egyébként 5-5 képpel az egyes kategóriákban is működik. Akkor megnézzük egy templommal is. Itt van egy templom, ezt is feltöltjük. Jó, ez túl nagy ez a kép, hát akkor ezt sem tudjuk megmutatni. De mindjárt csinálunk egy új applikációt, egy új ilyen kép felismerőt. Itt csináljuk a New Project. Igen, itt be kell írni pár ilyen dolgot, hogy idől is van. Igen. Szóval most a bemutatóhoz már letöltöttünk képeket. Itt is most kétféle kategóriát használtuk, egyrészt a rajzfilm állatokat, másrészt a sima állatokat. Reméljük működni fog. Szóval most mondjuk 8 képet fogunk feltölteni. Feltöltöttük a képeket, és utána meg kell adni, hogy ez melyik kategóriához tartozik. És adjuk, feltöltjük a képeket. Jó, fel vannak a rajzfilmjeink. Akkor feltöltjük a sima állatokat is. Szóval lehet, ezeket is megnyitjuk. Feltöltjük ezeket is. Megint tréneljük a modellt. És megint kipróbáljuk, hogy mennyire működik. Még vannak itt plusz képek, itt ezt az utolsó képet nem használtuk. És 99%-os biztonsággal meg tudja állapítani, hogy ez egy rendes állat. Kipróbáljuk a rajzfilmek közül is. És ezt is 99%-os biztonsággal meg tudja mutatni. Jó. Akkor... Igazából ennyivel készültünk. Ezeket, hogyha van Microsoft fiókotok, akkor mindéket ki tudjátok próbálni. És hát igazából ennyi volt. Írjatok, ha van bármi kérdés.